A hagyományok azért vannak, hogy a közösség fennmaradjon. Jól tudják ezt Pogányban, ahol a német önkormányzat 1998-as megalakulása óta szervez programokat. A falusi népszokások közül talán az egyik legnépszerűbb esemény a disznóvágás. Pogányban ezt a hagyományt elevenítette fel a német közösség. 2014-ben kitaláltuk, hogy a fiataloknak megpróbáljuk ezt a régi falusi hagyományt átadni, a disznóvágásnak a fogásait, megpróbáltuk ezt retrósítani, ezáltal jött létre az az ötlet, hogy a lányok jöjjenek fejkendőbe, otthonkába, a fiúk, akinek van svájci sapkája. Pogány több nemzetiségű falu, németek, horvátok és magyarok élnek itt. Az evangélikus vallású németség az 1800-as évek végén belső áttelepüléssel költözött Észak-Baranya és Dél-Tolna térségéből a faluba. Nagyon aktívak, én ezt gondolom, nagyon sok programot szerveznek, aminek én nagyon örülök, és azt szerintem az egész település örül ennek. Nincsenek ennyire élesen szétválasztott határok, hogy ki a német, ki a horvát, ki a magyar. Egy település vagyunk, egy közösség vagyunk. Természetesen az identitását mindenki meg tudja őrizni. És nekem mindig is az a veszőparipám, hogy egy településen nem csak lakni, hanem élni is kell. Bent a konyhán is nagy a sürgésforgás, míg a férfiak kint a disznót dolgozzák fel, az asszonyok sütnek, főznek. A frissen vágott disznómáját sütik itt a hölgyek, ezt kínáljuk a fenndolgozóknak. Készülnek a mártások, hagymamártás, gyümölcsmártás az ebédhez, és majd itt fogjuk készíteni a töltött káposztának a gombócokat. Az iskola menzáján pedig már készül az ebéd. Anna a horvát kisebbséghez tartozik, de mindig szívesen segít a német rendezvényeken is. A Covid szabályok miatt ugyanaz esti vacsora és bál ezúttal elmaradt, a sváb disznóvágás jó alkalom arra, hogy ezeket a régi szokásokat felelevenítsék, és továbbadják a gyerekeknek, a fiataloknak, akik majd a remények szerint megőrzik, és megtanítják ezeket az értékes hagyományokat a következő generációnak is.